Na csá, papikáim! Itt vagyunk Zalaegerszegen, eljöttem egyet. Fesztivál lesz ma, úgy gondoltam, csinálok róla egy vlog videót. Egyelőre néhány csajért fogunk menni, fél óra múlva, 10 órára. Addig úgy gondoltam, hogy lemossuk a Verdát. Hát elrakom a kamerát egy kicsit távolabb, nagyon bízom benne, hogy nem fogja elnyúlni senki. Egy kutya. Na, srácok. Hát 21 óra 33 van, és még mindig van fél óránk, baromi gyors voltam, meg ráadásul voltam olyan hülye, hogy nem hoztam izét, gyerekek. Nem hoztam elég aprót. Az ember nem gondol semmire, amikor elindul, legalábbis én olyan vagyok néha, mint valami aranyhal. Az a szitu, hogy nem elég, hogy nem hoztam aprót a mosóba, de még ráadásul ezével jöttem, basszus. Egy rózsaszín papucsba jöttem el fesztiválba. Ra. Fesztiválra. Na, hallgassátok meg, milyen hangja van a kipunak. Azóta dolgoztunk rajta például, most ma hegesztettünk rajta egy kicsit, mert volt egy kis lógás, aztán ugye volt egy ilyen kattogó hangja. Most talán lehet, nem tudom, mennyire hallatszik a kamerába. Jó, nekem tetszik egyébként. Ja, jó, nem zörögünk itt. Azon gondolkozom, lehet, hogy addig Junior elmegyünk egyet sétálni. Csak nem nagyon akarom meríteni a kamerát. Vagy nehogy az legyen, hogy merítem utána, akkor megcseszhetjük. Fesztivált meg nem fogunk tudni venni. Ja, jó van, gyerekek. Megnézem, mennyire csesztük össze a kocsit, mert ugye közben meg eljöttünk így. Városon át, az a város másik végén van ez a hely, ahova jöttünk. Ott Junior maradj addig. Ah, annyira nem. Gyerekek. Rózsaszín papucsba jöttem, hallod. Na, egész csili. Csak kár, hogy nem hoztam valami rongyot, jó lenne áttörölgetni. Magas még mindig, nem sokára kap izét egyébként, egy ültetőszetet, egy állíthatót. Aztán akkor egy kicsit jobb lesz. Maga az alakja nekem nagyon bejön a Verdának. És mondtátok, hogy tunerjóskás lesz ezzel a szárnyal. Hát szerintem baromi jól néz ki rajta ez a szárny, gyerekek. Na. Jó, akkor megvárjuk a csajokat, lehet, hogy addig izé kutya sétáltatás projektet tolunk. Ihan töki. Ja, meg ha megszáradnak a gumik, meg a műanyag alkatrészek, van nálam műanyag alapoló legalább, akkor kicsit dolgozunk. Na, Junior jó összeugrálta meg az ülést. Gyere! Séta? Séta? Ideg van, basszus. Na. Ráadom ezt a zövet addig, vagy nem tudom, minek nevedik. Itt van hátul. Junior miatt van egyébként benne a Play-Doh, itt szokott néha itt éderezni, aztán nagyon csessze össze. Itt van a sétáltatója. Ez az Flex. Gondolom mindenkinek ilyen van. Flex vagy milyen? Az ugye? Flexi. Gyere, halmozzuk. Volt előttem egy kettes golf. Valami elég frankó, nem tudtam felvenni, vezetés közben itt a városban, főleg ez a DSLR-szerű akármivel elég nehéz videózni, aztán végig rugargatta a golfot. Gyere, Junior, ne szórakozzál velem,
Szerintem át kell adni, tudod, várjatok, leraklak benneteket. Ó, még a kamerának a kantárját is felveszem, mondod, hogy miért. Ilyen rossz gyerek vette. Mindjárt, mindjárt srácok, mindjárt. Meg egy... Kapcsoltunk egy világítást is le. Kulcsot behagyjuk, talán nem nyújják le Vernát. Nem megyünk messzire úgyse. Töki. Milyen jó, mi idegen helyen vagyunk. Csak baromira korán jöttünk. Na mi ez? Passzátocska. Gyere tökös. Ne, ne szórakozzá. Mindig a felniket kell pisilni. Ja, izé téma lesz szerintem. Arra, te figyeljetek, figyelj, mindenfele mehet a kutya, soha nem arra megy, amerre kell, mehetne. Mármint, hogy szabadna neki menni. Ja, mindig írjátok, hogy magas a mentó. Most három darab projektet találtam ki rá, és igazából sokat nem is fog változni már, mert eldöntöttem, hogy meg akarom őrizni a karakterét. Az úgy, olyan karakterét, hogy ne legyen ilyen gicses, nem kell erre se előre toldat, se hátra, ilyen baromi nagy spoilerek, meg micsoda. Ez egy ventó, gyerekek, ez maradjon meg egy ventónak, egy, tényleg ne egy ilyen gicses szar legyen. Emiatt most festésjavítás lesz, egy-két helyen vannak ugye a fényezésbe hibák, azok az idomok lesznek javítva. Ezen kívül valószínű, hogy füstös színű első lámpák, és az az alsó lámpa csoport, tudjátok, amiben van az index is, azok lesznek ugye füstösek, nem feketék, hanem füstösek, meg kap egy ültetőszetet, egy állíthatót, aztán így ennyi a projekt, többet én nem akarok ezzel, nem azt, hogy szenvedni, hanem szerintem nem kell. Nem kell más, nem szabad el... Nem a gicses tuning a szép, hanem amikor megvan egy... Minden járműnek megvan egy karaktere, ugye? Van egy kettes golfod, vagy egy egyes golfod, annak van egy karaktere. Azt a karaktert kell kihangsúlyozni, ugye? Azt a stílust, az egyéniséget kell kihangsúlyozni. Nem egy másik autót kell belőle csinálni, amelyik... Nem is illik önmagához, érted? Ez olyan, mint egy rocker beöltöztesz diszkós cuccba. Nem kell. Fázok, gyerekek. Hoztattam volna pulóver, gondoltam rá. Rózsaszín papucs minden visz, hallod. Töki jelöl. Minden itt már, minden a miénk. Fázok. Fázok, mint az atom. Ja, aztán az állítható szert mindenképp jó lesz, ugye be tudom lőni akkor megfelelő magasságot, meg hogyha valami olyan helyre megyek, akkor meg le lehet földig porig ültetni, ahogy van. Letekerem. Ugye hát értitek, hogyha nem napi használatban, most nem kell mindig kopra letekerni, de hogyha olyan helyre megyek, akkor lehet esetleg arra is. És egyébként szerintem ez a szárny, ez nem rontott magán a karakterén. Gyerekek, én mindjárt beülök a kocsimba, fázok. Itt püttést ráadom, mi? Szeptember 1-e van, és rövidgatyába pólóval futkozok, hallod? Ma valami 30 akárhány fog volt. Szépen megtalálja a kamera a fókusz különben. Ha ráviszed valamire, akkor egy ilyen tök lassan így átáll rá. Most például még ilyen sötétben is ugye most mondjuk ott a ház. Most nem meg a kezem, fázak. Junior, mi a túrót csinálsz itt? Na jó van, gyere, ne szórakozzá. Üljünk be a kocsiban, fázak. Még menjünk? Ja, meg azt nem is mutattam szerintem, hogy a kipufó
volt, azt így mondhatni, hogy felpolíroztam, ilyen fényes, most már nem az a kopottas színe van. Ilyen lette. Olyan, mint valami, nem is tudom, valami TDI-nek a dízeleknek szokott ilyen kipu lenni. Szép. Az a baj, nem, mondom, nézzünk kocsikat, vagy fikázzuk őket, de az a baj, ilyenkor már sokan ugye jönnek valaki, érzben ülnek, az előbb is a Passatba tüldögélt menne csáó. Álljatok, zoomolok egyet, muré. Csak Junior közben húz, mindjárt állt rajtam egyet. LOL. Milyen Junior, mi a fasz? Mi a fasz van, fázok? Azt akartam mondani, hogy üljünk be, azt hallgassunk zenét, de nekem csak olyan zenét van, ami copyrightos. Egyébként mi lenne más az autóba? Zene? Tudjátok mi van benne? Ezért van benne. Tegnap itt láttam egy olyan autót, gyerekek, olyan pici volt, ezt megnézzük. Ja, izé van benne, tankcsapda meg Gangsta, ez a kettő, de leginkább tankcsapda most. Nem a minimal house, meg ilyenek, de minimal techno, vagy milyen fasz. Gyere, Junior, nézzük meg azt a kicsi autót, az vicces. Gyere, ebbe ülnek. Ez mi ez az autó, gyerekek? Ez micsoda? Ez nagyon über. Az nem egy Suzuki Swift. És körülbelül fel akkor ez. És nem egy Smart, hanem ez egy... Ez egy AX AM. Megmondom, hogy szintén most biztosan alfabéta vagyok, de ennél többet se látnom. Szonyatosan pici. Ilyen kis polszki kategória. Lassan érkeznek ugye az emberekért, de én most be fogok ülni a kocsiban, akkor paramire fázok, majd azt mondtam, melegen van. Kiki, gyere! Egyébként az tetszik az alakjában, mármint hogy magas, hogy a segge sokkal magasabban van, és van egy ilyen kis furcsa ilyen feelingje tőle. Hát meg az, hogy a kerekek kilógnak oldalt, hát ez... Az fasz. Na jó van, beülök, gyerekek. Gyere, Junior, mire is beülsz. És tök jó, mert ez fehér kavicstól tiszta dzsúva lettél. Lámpucolás. Nem ugrik be egyébként a kocsiba. Na, megszokott a felvétel. Menj a helyedre, Junior, menj be! Menj! Menj oda! Utálok várakozni. Jéj, még 14 perc. Sikocok! Még 14 perc. Most állítottam be az órát újra, mert levettük az aksi sarukat. Izé volt, ugye, hegesztettük a kiput. Hoppa, nem kell áttámaszkodni a dudára. 195.469 km totál. Ugye a totál felirat, hogyha megvan. Ezekben a Volkswagenekben, nem tudom az újabbakban is-e, az azt jelenti, hogy nem fordult át az óra. Aztán nem is tudom mennyire fordul át, 300 körül? Tehát hogyha totál felület neked van egy 3-as, nem tudom, hogy a régebbiekben meg az újakban is úgy van, de ezekben a 3-as golfokban meg ezekben a Ventookban is, ugye úgy van, hogy akkor eltűnik a totál felület, hogyha átfordul az óra. 300 körül, vagy nem tudom, hányinél.
lehet, hogy 250, fogalmas, és nem tudom, hogy miért pont ott. Ott árfordul, és akkor ugye eltűnik a totál. Ja. Nincs sok benzinő, gyerekek, de lehet, hogy tankolni kell a dóna. Mi szólal meg milyen zene? Talán az nem lesz annyira copyright-os. Tudjátok mi ez? California Uber Ales. Igen, tankcsapda. Tankcsapdából csak a régit szabad, gyerekek, mert ez jó. Az új az már Commerce. Múltkor láttam egy tök jó ilyen kommentet az egyik tankcsapda, újabb tankcsapda szám alatt, és az volt, hogy jó ez az új Hooligans dal, de miért a tankcsapda adja elő? És ez a komment mindent megmagyarázott. Annyira ilyen Commerce zenét csinálnak újabban. De jó volt a régi, mi? Rock and roll rugója, meg ezek. Ja, Junior, ilyen helyzet van. Meséljél valamit a nézőknek. Ennyi idő van. 2 perc telt el. Jaj, gondoltam, amikor nem megy az idő. Megszáradna a kísérje a kocsinak, mondjuk fúj a szél, lehet, hogy szárad. Akkor azt csináljuk, hogy lepucoljuk. A basszus ablakprisztítót nem hoztam. Egyébként mindig nekem van gumiápoló, gumi és műanyagápoló, szilikon és ablakprisztító a kocsiból. Nem tudom. Akkor ma izé legyen, nem? Ja, a gumikat megmutatom, mit használok, mert lehet, hogy láttátok. Junior addig marad itt benne. Hoppa! Júj! Rá akartam nézni a izére. A kerékcsavarokra, vagy jókra. Azért néztem meg, egyébként eszembe volt, mikor jöttünk ide is, mert ugye itt ezt a kereket ma levettem, mert emögött megy ugye a kipufogó, és pont itt hegesztettük, és ugye akkor nem kellett alá feküdni a Verdának, hanem pont itt kellett hegeszteni ezen a részen, azt azért le volt véve. Szagódtam, hogy meghúztam-e rendesen, elég feledékeny típus vagyok. Mi van a kocsiban, mi? Na. Erről beszéltem egy ilyen. Ez a tipikus szilikon spray, de van ez a gumi és műanyagápoló, ez tök jó. Úgyhogy lehet, hogy le is fújogatjuk a gumikat. Ennyi az egész egyébként, és ott egy ilyen tök jó fekete felületet kapunk. Ráadásul ugye ez eléggé sokáig is így kitart, és jól néz ki, ugye akkor néz ki jól egy gumi, hogyha korom fekete, nem akkor, hogyha ilyen szürkés, barnás színe van. Ezt megcsináljuk mind a négyel. Tudlak is fogni benneteket, nem kell ehhez 2 kéz szerintem. Nagyon sötét van itt egyébként, de talán azért valamit érez a videó. Max kivágom az olyan nagyon szar részeket belőle. Meg ezzel szoktam egyébként a fekete műanyag alkatrészeket is lefújni.
kell például ezt a részt, nem feketének kellene lennie, hanem ugye fehérnek, és azt kell például lefújnatnom, vagyis fényeztetnem, de hát ezt ugye festővel, szórógit, meg minden szarral. Meg megmutatom, hogy még mi az, ami csúnyán néz ki. Ugye itt is ugyanaz. Sajnos, és ott van egy ilyen valami előző tulajdonos fejére rájavított egy ilyen rozsdafolt, amit még megcsináltatok. Ezt az egész alsó, ugye azt az alsó részét az ajtónak. Más, meg ugye itt is ugyanez a fekete le lett fújva. Gyakorlatilag ráfújt, nem tudom, mit gondolt az előző tulaj, hogy úgy az jó néz ki. De ezeket akarom fényeztetni, hogy értelmesen nézzen ki. Sokat nem látni mi. De jó régen volt vlogunk. Már gondolom, valami pörgősebb jó lenne, majd talán fesztiválon tudok felmenni egy-két érdekes dolgot. Ezeket is ugye így át kell kenni. Műanyag alkatrészeket. Ezekkel. Ha ezeket megcsinálod, egy nagyon apróság ugye, meg pár perc alatt végzel vele. Baromi szépé tudod varázsolni az autódat. Jó, hát persze kellenek az alapok hozzá, hogy jól nézzen ki, de ezzel ugye, ha ezt nem csinálod meg, és mind ilyen matt, szürke és barnás a felület mindenhol, akkor az csúf. És ezt tényleg egy 10 perc alatt meg körbejárod a kocsit, még a sárvédő gumikat szoktam, meg egy-két ilyen kilincseket, tükröket. Na jó, egyelőre elég most ez igazából csak ilyen pótcselekvés, amíg nem tudtam más csinálni. Ez a fa. Ez még miért van itt, mi? Ez azért, hogyha olyan helyen akarom megemelni az autót, ahol nem aszfalt van, vagy beton, akkor ne legyen belőle gond, nem süllyed be, ugye. Na, megvárjuk a csajokat, most elbúcsúzok addig, nem akarom tele küldeni a telót, vagy a kamerát ezekkel az anyagokkal. Legyen még hely másnak is. Na, sziasztok addig!